Változik a lakásrendelet, emelkednek a lakbérek, a lakásállomány korszerűsítésére költik a bevételt, lesz kompenzációs rendszer is. Az év első kispesti babája, Herendi Zente január 1-én reggel 7 óra 58 perckor született, második gyermekként 6 éves testvére nagy örömére. Bölcsöde nyitogató, valamennyi kispesti bölcsöde bemutatkozott, a szülők sok szempontot vesznek figyelembe a döntéskor. Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. A bérlakások díjainak emeléséről és az ehhez kapcsolódó kompenzációs rendszerről, szoborállításról és a kerület köznevelési tervéről is döntöttek a képviselők a testület idei első ülésén. Módosították a képviselők az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakbérekről szóló helyi rendeletet. A rendelet alkotás szükségességét a megváltozott lakáspiaci helyzet, illetve a magyarországi jogszabályi környezet jelentős változásai tették szükségessé. Kispest önkormányzata a tulajdonában álló lakások és nem lakás célú ingatlanok hatékonyabb hasznosítása érdekében lakáskoncepciót dolgozott ki és fogadott el, széles társadalmi egyeztetés mellett még tavaly. A módosításkor fontos szempont volt, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében a komfort nélküli lakások és szükséglakások bérbeadására a jövőben nem lesz lehetőség. Vajda Péter az előterjesztés tárgyalásánál elmondta, hogy a mostani emeléssel együtt még mindig nagyon méltányos a helyzet Kispesten. Picit átláthatóbbá teszi a működésünket, talán egy picit könnyebbé is azoknak az életét, akik önkormányzati bérlakásban laknak, és azt is elmondhatjuk, hogy a kerület továbbra is azok között, a városrészek között szerepel, ahol szinte a legalacsonyabb bérleti díjért lehet szociális bérlakáshoz jutni, még a mostani emelési javaslat ellenére is. Dódik Gabriella, a Fidesz frakció vezetője, a lakásállomány rossz állapotát és az ellenőrzés fontosságát emelte ki. Én két dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a munkacsoport ülésén Kránic Krisztián képviselő társamtól elhangzott a műszigazgatójától a véleményellenőrzések kapcsán, hogy nagyon sokan nem engedik be az önkormányzat dolgozóját ellenőrzésre. Én nagyon köszönöm, hogy a bérleti szerződésbe, a módosított bérleti szerződésbe bekerült ez a javaslatunk, hogy legyen akár a bérleti szerződés felmondásának alapja az, hogyha nem engedik be ellenőrzésre a bérlők az önkormányzat munkatársát. Ugyanakkor én ezt továbbra is problémának tartom ennek a megvalósítását, hiszen egy darab bérlemény ellenőr van jelen pillanatban. Én azt gondolom, és ezt javaslom is egyben, ugye, hogy ez a 800 lakásra ez nagyon kevés. Viszont a folyamatos és hatékony ellenőrzése az önkormányzati vagyon megóvása tekintetében nagyon fontos. Tehát én ezt szeretném kérni, hogy ezzel a problémával foglalkozzon a városvezetés. A másik ilyen a karbantartásnak a kérdése, ami szintén ugye a bélemény ellenőrzésekből vezethető le. Én úgy érzem, úgy láttam, úgy tapasztaltam, hogy az elmúlt években a karbantartás nem volt megfelelő szinten elvégezve. Ez is szintén az önkormányzati vagyonnak a megóvása érdekében nagyon fontos. Én nem tudom, hogy képviselőtársaim, nyilván van közülük, akik jártak önkormányzati bérlakásokban, de némelyik tényleg ijesztő állapotban van. Vincek György alpolgármester az emeléssel kapcsolatban kiemelte a kompenzáció fontosságát, és azt, hogy pont a lakásállomány állapotának javítására fordítják majd a plusz bevételeket is. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy megemeltük a bérleti díjakat, hanem egy más kompenzációs rendszert is próbáltunk annak érdekében ebbe a rendeletbe beépíteni, hogy ismerve azt a 649 családot, hisz már két éven keresztül az ő jövedelmi helyzetüket tulajdonképpen felmértük, nagyjából tudjuk és tudjuk is modellezni, hogy ez a lakbéremelés, illetve az a kompenzáció, ami mellette van, ami kedvezményeket nyújthat bizonyos szociális élethelyzetre és esetleg a lakás minőségével kapcsolatos helyzetre vonatkozóan, ez nagyjából mit jelent majd az egyénre, konkrétan azokra a családokra, akiknek megújul a szerződésük, illetve a lakbérük. Általában azért el kell mondani, hogy a kompenzáció ellenére azért emelkedésre számíthat mindenki, és a VAMIS bevételei reményeink szerint emelkednek, amelyet majd
arra fogunk fordítani, hogy a lakásállományunk fejlesztésére több forrás legyen. Elfogadták a képviselők a kerület köznevelés fejlesztési tervét, és a képviselőtestület megbízta a VAMÜSZ igazgatóját, Kránic Krisztiánt, egy 3 éves, a köznevelési intézményekre vonatkozó felújítási terv elkészítésével. Szújkó Szilvia, a szakbizottság elnöke kiemelte, hogy a most elkészült terv minőségi változásokat hoz majd a kerületi intézmények az iskolák államosítása után, már csak az óvodák és bölcsödék életében. Kispest önkormányzata támogatta, hogy elhelyezésre kerüljön a templom téren az első világháborús emlékművel szemközti területen a Vénusz Gergely és Hermann Zsolt szobrászművészek által megtervezett a Málenki robotra elhurcoltak emlékműve. A mű a kispesti társaskör által pályázaton elnyert támogatási forrásból valósulhat meg. Az emlékmű műszaki alapjának kialakítását és a környezetrendezést az önkormányzat vállalja 600 000 forint keretösszegig. Tárgyalták a képviselők Dódit Gabriella egyéni képviselői indítványát a lakótelepi parkok fejlesztéséről. Ebben felkéri a polgármestert, hogy kezdjék meg több általa javasolt terület megújításának előkészítését és azok megvalósításának költségét tervezze be a testület a 2017-es költségvetésbe. Javasolta, hogy a testület egy korábbi döntése alapján a Karton utcai játszótér felújítását a fejlesztési tartalék terhére kezdjék meg. Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke a vitában elmondta, hogy ezek a tervek kicsit túlnőnek az önkormányzati lehetőségeken, a lakókkal nem lettek egyeztetve, ezért javasolta a tervek szakmai felülvizsgálatát, a gazdasági lehetőségekhez és az ott élők igényeihez való igazítását. A Klapka és Irányi utcai 10 emeletes házak közötti terület képviselőjeként Rátkai Andrea, a polgármester elmondta, hogy ez a terv nem szolgálja az ott lakó idősek érdekeit, akik inkább már pihennének, mint hogy egy aktív játszótér zaját hallgatnák. Gajda Péter polgármester a vitában elmondta, hogy lakótelepi játszóterek pihenőparkká alakítása a polgármesteri program része, ami már a tavalyi év végén megkezdődött. A hagyományoknak megfelelően babacsomaggal köszöntötték azt a kispesti csecsemőt, aki az új évben elsőként született a kerületben. Herendi Zente január 1-én reggel 7 óra 58 perckor látta meg a napvilágot 50 centisen és 2730 grammosan. Gajda Péter polgármester szerdán kora délután látogatott el a családhoz, hogy köszöntse az újszülöttet és családját, illetve hogy személyesen adhassa át a babacsomagot. Most már hosszú-hosszú évek óta adjuk ajándékba, ez egy apró figyelmesség egyébként a babacsomagot valamennyi kispesti újszülöttnek. A kerületi babacsomagot minden kispesti újszülött megkapja a területi védőnőtől. A csomagban több hasznos dolog is található, többek között egy kis füzetecske, amely információt nyújt a szülőknek, például a szoptatásról vagy a baba ápolásáról, de van még benne törölköző, hűtőmágnes, gyermekruha, előke, sapka és textilpelenka is. Évente körülbelül közel 500 új kispesti állampolgára gyarapszik a kerület, és hát azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos a család, hogy a gyermekeink egészségben tudjanak nevelkedni. Ez a babacsomag is egyébként olyan fontos eszközöket tartalmaz, amelyek a újszülöttek első hónapjaiban nyújthatnak fontos információt, illetve segítséget azon túl, hogy az önkormányzat a szociális ellátórendszerén keresztül anyagilag is támogatja mindazokat, akik kérik a kerület segítségét. Tavaly például 551 csecsemő született Kispesten, ez a folyamatosan növekvő gyermekszám pedig azt is jelenti, hogy a családok szívesen élnek a kerületben, és itt is képzelik el a jövőjüket, hangsúlyozta Gajda Péter. Zente az új évben az első, de a családban nem. A Herendi család elmondása szerint már egy ideje szerettek volna testvért a 6 éves óvodás fiúknak. Lényegesen korábban született, mint ahogy azt kellett volna, úgyhogy ez egy meglepetés nekünk így, hogy pont ő lett az újévi baba. De hát igazából örülünk neki, lehet, hogy ő nem fog, hogy majd, amikor a születésnapját fogja ünnepelni, de hát ez majd későbbiekben kiderül. Igazság szerint ő egy nagyon várt kis testvér, tehát a nagyobbik fiunk 6 éves, úgyhogy már időszerű volt, hogy legyen egy kis testvér. Egyelőre nagyon jó telnek a napjaink, tehát teljesen kiegyensúlyozott és nyugodt baba, úgyhogy tulajdonképpen minden rendben van. A gyermekvállalás nagy felelősség, de egy kisgyermek érkezése mindig nagy öröm. Legyen az az év bármely napján. Megtartották az idei bölcsőde nyitogatót a Bekerlei Kultúrházban. Azért szervezték a programot, hogy a szülők minden információt és segítséget időben megkaphassanak ahhoz, hogy jó döntést hozzanak arról, hol kezdje csemetéjük a közösségbejárást. A délelőtt folyamán valamennyi kispesti bölcsőde bemutatkozott. Kispesten 6 bölcsőde működik 480 férőhelyjel.
A 2016-17-es évre mindössze 10 gyermeket nem tudtak felvenni a kerületből, de idén már őket is felveszik. A bölcsöde nyitogatóra mindegyik intézmény vezetője eljött, hogy a döntés előtt álló szülők kérdéseire választ tudjon adni. A szülők többnyire babáikkal együtt érkeztek az eseményre. Nem volt semmi előzetes információnk, azért is jöttünk erre a rendezvényre, hogy tájékozódjunk a lehetőségekről meg, hogy mivel beteg baba születési rendellenessége van, ezért, hogy milyen papírokat, engedélyeket kell beszereznünk ahhoz, hogy ő bölcs is lehessen. Lili hanyadik gyerek a családban? Első. És mennyi idős? 16 hónapos múlt most. És milyen speciális gondozást igényel? Hát ezt nem tudjuk pontosan. Erről még nem nagyon volt szó, az orvosok nem mondtak ilyeneket előre. Annyit tudunk egyelőre, hogy engedélyezniük kell azt, hogy közösségbe mehessen, bölcsibe vagy óvodába járhasson. Milyen kérdéseik voltak? Mit tettek föl itt? Egyrészt, hogy milyen orvosi papírokat kell beszereznünk, és kitől. Más kérdés egyébként nem volt, mert nagyon részletes volt, és sikerült mindent megtudni. Úgyhogy tájékoztatás az nagyon rendben volt. A 6 bölcsöde közül 4 működik lakótelepi környezetben, 2 pedig a Kertvárosban és Vekerlém. A Zalaegerszeg utcában a Harangvirág bölcsöde és a Hubba utcai Tipegők bölcsöde. Ez utóbbi kétségtelenül a legnépszerűbb a kerületben, de sajnos mindössze 37 kisgyermek befogadására alkalmas. A szülők nagyon kíváncsiak voltak a bölcsödék elhelyezkedésére, a felvehető gyermekek létszámára, korosztályra, a gyermekfelügyeletre, a játszócsoportra. Úgy vettem észre, hogy tetszett, hogy minden bölcsödében már van sószoba, kivétel a Vekerlét, mert ő a picisége miatt nem tudja ezt a szolgáltatást kialakítani. Nagyon előnyös számunkra az, hogy ez a sószobai szolgáltatás a légzőszervi megbetegedések megelőzésére van, és ingyenes a kerületben, tehát nincs térítési díja. A sószobán kívül, mely az őszi-téli időben a légzőszervi megbetegedések kezelésére, illetve megelőzésére szolgál, már szinte mindenhol figyelembe veszik az egyéni étkezési sajátosságokat is. Van, ahol pszichológus segítségét is igénybe lehet venni. Milyen kérdéseket kapott a Csillagfény bölcsi? Hát főleg a gyerekfelügyelettel kapcsolatosan kaptunk, a játszócsoporttal kapcsolatosan kaptunk kérdéseket, hogy hogyan lehet jelentkezni, milyen napokon, mi az óradíja, illetve az ételallergiás gyermekekről kaptunk kérdéseket, szintén tudunk fogadni ételallergiás gyermekeket is. A bölcsödének van egy dietetikusa, ami a 6 bölcsödét összefogja, és mindenkinek segít az allergiás ételek előírásában, illetve elkészítésében. Gasztroenterológusi papírra van ehhez szükség, és akkor jöhetnek a gyermekek nyugodtan. Ezen kívül sajátos nevelési igényű gyermekeket gondozunk és nevelünk. A kerületi szakszolgálat, pedagógiai szakszolgálat fejleszti ezeket a gyermekeket, illetve a bölcsödéknek is van egy gyógypedagógusa, aki ezeket a gyermekeket, és még aki rászorul, azt megsegíti a fejlődésükben. A bemutatkozás után a szülők kötetlen beszélgetésben kaphattak válaszokat egyéni kérdéseikre, problémáikra. Sikerült a mai nap meghozni a döntést, hogy melyik bölcsibe mennének szívesen? Még nem. Ez még egy kicsit távlati. Még így nem. Informálódás jó volt, úgyhogy gondolkodunk otthon. Bármilyen további információt az interneten a bölcsödék honlapján lehet megtalálni. A 3-as metró felújítása egy ideje már tervben van, a munka több fázisú. Az előkészületek már megkezdődtek itt Kispesten is. Nem a tényleges javítási munkálatokról van szó, hanem leginkább a pótlóbuszok használatával bekövetkező ideiglenes forgalmi rendváltozásokról. Ez nagyban megterheli majd a kispestieket, de az önkormányzat igyekszik a lehetőségekhez mérten enyhíteni a kellemetlenségeket. A 3-as metró felújítása nagyon komplex, nagyon sokrétű beruházás. A beruházó a fővárosi önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ, illetve a BKV fő feladata pedig kivitelezni a felújítást. Gőzerővel zajlik a 3-as metró beruházásának felújítása. Ennek van egy olyan része, ami az átlag utasokat nem érinti, nem is látják, és van egy olyan része, aminek az előkészítése jelenleg is zajlik, ami konkrétan a metró szerelvények leállásával fog járni. Ez egy elkerülhetetlen része lesz a felújításnak, amikor a szerelvények nem közlekedhetnek majd.
A hármas metró közel 500 000 utasforgalmat biztosít. Ha elkezdődnek a munkálatok, akkor pótolni kell a kieső tömegközlekedési eszközt, ezt pótlóbuszokkal teszik majd. Viszont ez az intézkedés is sok előzetes szervezéssel és plusz munkával jár, amit el kell végezni annak érdekében, hogy a felújítás elkezdődhessen. Kispesten már zajlik ennek az előkészítése. A csuklós buszok, amelyek a pótlásra hivatottak, azoknak az előfeltételeit, mint parkolás, kanyarodás, tehát a leggyorsabb közlekedés biztosítani lehessen. Az egyik ilyen kiskorrekciós pályaszerkezet módosítás, az gyakorlatilag a Ferihegyi Gyorsforgalmi Híd alatt látható, ahol éppen azt próbálják most megcsinálni, és ennek a nyomait lehet is látni a mindennapi közlekedőknek, hogy a csuklós buszokat kényelmesen tudjanak majd fordulni, kanyarodni. A másik ilyen pedig a Sibrik Miklós felüljáró alatt van, ez a Köki plázával szemben lévő terület már a kiserdő fele, ahol a BKV-val már az egyeztetések, illetve az alapvető megállapodások megszülettek, hogy ott az üres, régen felvonulási terület volt, amikor a Sibrik Miklós felüljáró hídját a beruházó felújította. Arra a területre kialakítanak a csuklós buszoknak egy ideiglenes parkolót, és ez az a parkoló, ahonnan a buszokat indítani tudják majd. Amíg ezek nem készülnek el, addig a kerületben sem adottak az előfeltételei annak, hogy a metrópótló buszok huzamosabb ideig, tehát a felújítás idejére menjen. Fontos, hogy a feladatok határidőre meglegyenek, de csúszás bármikor előfordulhat. A BKK-nak más megállóhelyeken, közterületekkel, magántulajdonosokkal még szerződnie kell. Kispest ilyen szempontból előre haladott állapotban van, de még akkor is, ha nálunk ezek elkészülnek, ugye a projekt szempontjából úgy vannak szakaszolva a felújítási munkálatok, hogy a Népligetig legalább ezt a szakaszt biztosítani kell ahhoz, hogy a Népliget és a Kőbánya-Kispesti metró végállomás között szakaszosan leálljon a rendszer. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csúszás valamennyire benne is volt kódolva ebben az eredeti tervekhez képest, de még egy bő fél év legalább kell ideális esetben, hogy ez a program elindulhasson. Ez évekig fennálló ideiglenes forgalmi rendváltozást fog jelenteni. Ezeknek a forgalmi hatásait próbáljuk mi vizsgálni, hogy a kerületen belül mit fog ez jelenteni az Üllői út számára. Mit fog jelenteni akár a Vakbottyán utca számára, ahol ne felejtsük el, kézenfekvő, hogy a legrövidebb távolság a határút és a Kőbánya-Kispest között, de ott azért egy kertesházas részen több száz család zajterhelése nőne meg, illetve forgalomterhelése nőne meg, akár azzal, hogy a buszok ezen az útvonalon közlekednek, akár azzal, hogy nem itt, hanem mondjuk az Üllői úton közlekedik, de azért, mert ott megnövekedik a forgalom, egy szökőforgalom alakul ki, akik a Vakbottyán utcán kívánnak majd elmenni. Tehát mindenképpen forgalomnövekedéssel kell számolni. Az önkormányzat legnagyobb feladata jelenleg, hogy az enyhítő hatásokat érvényesítse. Történjen ez forgalom átszervezéssel, táblázással, közúti útburkolati jelekkel vagy felfestéssel. Ha ez megvan, akkor szakaszonként elkezdődhet a hármas metró felújítása. Az idei volt az 5. Senior Fesztivál a KMU-ban. A verseny egy igazi ki mit tud, amelyet 50 év felettieknek hirdettek meg 5 kategóriában. Csoportos táncok, ezen belül népek táncai és modern táncok, egyéni táncok, hangszeres zene és ének, ezen belül kórusok és egyéni ének, valamint az egyéb kategóriákban lehetett indulni. A résztvevők száma és a színvonal évről évre nő. A 4 tagú zsűri munkája ezzel egyenes arányban egyre nehezebb. Idén több esetben is megosztott első helyet hirdettek. A serlegeket, okleveleket és emléklapokat Kispest polgármestere Gajda Péter adta át Gábor Ilonával, a KMU igazgatójával közösen a nyerteseknek. Az eseményről bővebben a jövő heti magazinunkban számolunk majd be. Hipertext címmel a költő, író Tamkós Irató Károly emlékére rendezett kiállítás nyílt a Nagy Balogh János kiállítóteremben. Az apropó Tamkós Irató Károly születésének 112. évfordulója. Marti Magdolna, a kiállítás kurátora találta ki a tárlat nevét, és ő hívta meg azt a 20 kortárs képzőművészt, akik alkotásaikban a klasszikus avantgárd törekvéseket napjaink művészeti lehetőségeivel kötik össze. A különleges tárlatot február 25-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Harmadik alkalommal rendezték meg a KMO fotósuli tanfolyam végzőseinek közös kiállítását a Művelődési Ház előtér galériájában. A tanfolyamon nem csak a technikai lehetőségeket, hanem látásmódot, érzékenységet is elsajátíthatnak a növendékek. A
kiállítás megnyitójára ellátogatók meghallgathatták Agonács Gerger és Juhász Dávid a Pesszent Lőrinci Tokhányi Ernő Zeneiskola tanulóinak gitárjátékát is. A tálat a Szabad Szemmel címet kapta, mivel a kiállítók más stílusú, témájú képeket állíthattak ki, olyanokat, amelyek a legjobban kifejezik őket. Igaz, hogy a képek stílusa különböző volt, mégis egységet alkotott. Volt fekete-fehér, színes, utazáson készült szociófotó, épületfotó és portré is. Ezen a fotósulin én legalábbis most csak a magamról tudok beszámolni, vagy a magam élményeiről tudok beszámolni. Amellett egyébként, hogy nagyon sokat tanulunk Horváth Pétertől, aki a mi tanárunk és oktatók már az első pillanatoktól kezdve. Nem csak látásmódot, a fényképezőgép használatot és egyebeket, hanem barátokra is lennünk. Mert mindannyian, akik itt vannak, szóval ez alatt a 12 alkalom alatt, 12 hétvége alatt összekovácsolódnak, és egy egész jó kis csapat alakul ki bennük. A kurzuson a fotózás alapjától a tanfolyam vezetője végigvezet a legmodernebb digitális technikákig, izgalmas fotókkal bemutatva a híres fotográfusok műhely titkait. Minden foglalkozás két részből áll, az elméleti órát műhely gyakorlat követi, ahol mindenki maga is kipróbálhatja a frissen tanultakat. A foglalkozáson segítenek, hogy mindenki megismerje saját gépének lehetőségeit. Megmutatják, hogyan készíthető jobb felvétel egyszerű géppel, de van arra is mód, hogy a résztvevők kipróbáljanak csúcskategóriás eszközöket is. A fotózás iránt érdeklődőknek fotósétákat rendeznek, és az elkészült képeket is kiértékelik, elemzik. Ez egy szellemi szabadiskola, amely inkább egyfajta szemléletet ad. Azonban ezt sokan a jövőben is használni tudják, akkor is, ha csak hobbi fotósok maradnak, és akkor is, ha elindulnak ezen a pályán. A tanfolyam végén a hallgatók közös kiállításon mutathatják be az elkészült munkáikat. A kurzust Horváth Péter Balázs Béla díjas fotográfus vezeti. Az első és legfontosabb dolgom az, hogy felolvasom a kiállítók nevét, mert itt a képeket mindenki látja, mindenki elolvassa a plakátot. Itt áll egy csomó ember, de hogy vajon mi? Kérem szépen Csukás Éva, Geiszter Alexandra, Káposztás Nikoletta, Kristóf Teodóra, Nagy Katalin Krisztina, Nagy László, Pálné, Kerkár Bernadett, Pak Gábor, Zalán Robert. Ez az ő kiállításuk, ezért minden megbecsülés is, és minden sikerüket illeti. Én nekem annyi szerepem volt ebben, hogy igaz néha hosszas vitákkal, de megpróbáltam lebeszélni őket arról, hogy mint a tanfolyam ideje alatt elkészült 500 képüket kiállítsák, és próbáljuk valahogy leszűkíteni, úgyhogy a két tablóba beleférjen maximum. Kezdő kiállítók kevés ilyen lehetőséget kapnak, hogy képeik rögtön tárlaton legyenek láthatóak. Itt a művelődési házban erre is van mód. A következő tanfolyam februárban indul, amelyre lehet még jelentkezni. A legközelebbi kurzushoz esetleg régebbi tagok is csatlakozhatnak, hogy folytassák a tanulást. A fotósuli emellett a kispesti fotókör alapja is. A Szabad Szemmel című kiállítás február 23-áig tekinthető meg a KMO előtér galériájában. A Farsang a Vízkereszttől, azaz január 6-ától húshagyó keddig, más megfogalmazás szerint a másnapi hambazó szerdáig, a nagybőjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. A kispesti horvát nemzetiségi önkormányzat kezdte a farsangi szezont a KMO művelődési házban január 28-án. A bálon részt vett Vincek György alpolgármester, aki zsűritag is volt a jelmezversenyben. A farsangi esten volt tombola, horvát nemzeti ételeket lehetett kóstolni, mindezek után pedig a Prekovát zenekaré és a táncé volt a főszerep. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták, várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a 0670-671-1919-es telefonszámon, vagy az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk! Üdvözlöm Önöket, a magazinnal folytatjuk a Kispest TV adását, nézzük, milyen témákkal készültünk.
Mese délután az Üllői úti könyvtárban most nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek mesélnek profi mesemondók, ezúttal a királylányokról. A költő Tamkós Irató Károly emlékére rendezett tárlat a Nagybalog János kiállítóteremben 20 kortárs képzőművész alkotásaiban a klasszikus avantgárd törekvések napjaink művészeti lehetőségeivel. Indul a farsangi szezon, elsőként a horvát nemzetiségi önkormányzat rendezett jelmezversenyt a KMU-ban, volt ételkóstolás, tombola, zene és tánc. Az állami és fővárosi elvonások ellenére a tervezett és ígért beruházásokat mindenképpen elvégzi idén az önkormányzat, mondta Gajda Péter polgármester a fogadóórában. A költségvetés előkészületei zajlanak, és elképzelhető, hogy hitelfelvételre is szükség lesz idén vagy jövőre. A kerület vezetőjét több fontos közgyűlési döntésről is kérdeztük. Megtartotta a testület az év első ülését, és számos fontos döntés született, ilyen például a lakás koncepcióval kapcsolatos bérlakás változások. Hát egy picit egyszerűsítettük a rendeletet, amellett, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig is nyújtottunk a kerületieknek, ezt a továbbiakban is fogjuk, tehát újra indulnak majd a szociális bérlakás pályázatok, lehetőség lesz költségelvű lakásokra, illetve piaci alapon is bérelni az önkormányzattól lakásokat. Azt azért tudni kell, hogy nagyon kevés önkormányzati bérlakás maradt a kerületben, hiszen még 1990-ben még több mint 10 000 önkormányzati lakás volt Kispesten, azóta mára ez a szám 800-ra csökkent, ez főleg az első ciklusban csökkent a legjelentősebben, hiszen akkor indult el a lakásprivatizáció. Most ezzel a 800 lakással kell úgy gazdálkodnunk, hogy lehetőség szerint minél többet tudjunk segíteni azoknak a kispestieknek, akik segítségre szorulnak, és persze ilyenkor a vagyongazdálkodásnak a feltételeit, a szempontjait is figyelembe kell vennünk, hiszen mégiscsak vagyonelemről beszélünk. Sajnos az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzatnak ez a vagyoneleme, ez nem hoz fejlesztési bevételt a kerületnek, hanem inkább visz, hiszen nagyon sok tartozónk van, nagyon sokan vannak, akik közüzemi díjakkal, lakbérrel tartoznak, és ezért mind a tulajdonosnak, tehát az önkormányzatnak kell helytállni. Most ezt rossz állapotban vannak ezen a lakásoknak? Nagyon sok lakásunk van olyan, amelyek rossz állapotban vannak. Ez elsősorban azoknak a bérlőinknek a felelőtlen magatartásából adódik, akik nem vigyáznak, nem figyelnek ezekre a lakásokra, és nagyon lelakott állapotban hagyják maguk után. Ugye nem is csak az önkormányzatnak tesznek ezzel rosszat, hanem az egész közösségnek, illetve azoknak is, akik rendesen fizetnek bérleti díjat és rendesen karbantartják ezeket a vagyontárgyakat, hiszen abból a pénzből kell nekünk adóforintokból, illetve a befolyó bérleti díjakból karbantartani, felújítani ezeket a bérleményeket, tehát sok gondunk van, de most megpróbáljuk egy kicsit átláthatóbbá és hatékonyabbá tenni a lakásgazdálkodást. Erről is szól ez a rendelet. Tartalmaz egy bizonyos mértékű lakbéremelést is egyébként, de még mindig a kispesti önkormányzat átlag alatt kér például a szociális bérlakásaért, csak egy példát mondani erre, aki szociális bérlakást bérel, mondjuk egy 53 négyzetméteres panellakást, az ma kb. 15 000 forint bérleti díjat kell, hogy fizessen. Ugye lehet látni, tehát aki érdeklődik az ingatlan piaci árak iránt, az tudja, hogy egy ilyen típusú lakást 70 és 100 000 forint között lehet Kispesten bérelni, tehát még mindig a szociális lakbér az nagyon alacsony Kispesten, ezzel próbáljuk segíteni és támogatni azokat, akik segítségre szorulnak. És ugye lesznek emelések, de ebben vannak építve kompenzációk továbbra is. Így van, aki még ezt a viszonylag alacsony bérleti díjat sem képes fizetni, az kérhet méltányossági alapon lakbércsökkentést a Szociális és Lakásügyi Bizottságtól, és a bizottság mérlegelési joga, hogy ezt az adott körülmények figyelembevételével, a család egészségügyi szociális állapotának figyelembevételével csökkenti-e vagy sem. Beszéltek a kerületi köznevelési fejlesztési tervről is. Ugye ez most már az óvodákra, bölcsődékre fog vonatkozni, hiszen az iskolák fenntartását átvette az állam.
Itt viszont akkor ezeken a területeken jelentős fejlesztések valósulhatnak meg. Mit jelent ez a koncepció? Így van, ugye a koncepcióban is jeleztük, hogy az elmúlt években voltak olyan problémáink az óvoda, illetve bölcsődei épületek fenntartásával, karbantartásával, amik már nem odázhatóak el, hiszen a legjobb szándék mellett is azért van olyan épületünk, ami több mint 100 éves, van olyan bölcsődei épületünk, a legfiatalabb is, amely már 30 éves, és ugye panelépületekről beszélünk, tehát pont most érte el az épületek állapota, az ingatlanjaink állapota azt a kort, amikor már egy átfogó felújítás is szükségessé válik, amellett, hogy persze az elmúlt időszakban is voltak azért ugye nemrég új bölcsődátadás, új óvodai szárnyátadása, ugye az Aranyóvodába, vagy a Mesevárovodába egy új tornaszoba kialakítása. Na most azt tervezzük az elfogadott koncepció alapján, hogy a költségvetésben egy 500 millió forintos keretet különítünk el, ugye már a tervezés szakaszában vagyunk, és a február ülésen fogunk majd erről részletesen beszélni. Egy olyan 500 milliós keretet határoztunk meg, aminek az első lépcsőjében idén lesz egy komplex felújítás az egyik óvodánkban, és elindítjuk az összes olyan problémának a felszámolását, amit az intézmények gondként, műszaki problémaként jeleztek a VAMÜSZ, illetve az önkormányzat felé. Tehát egy viszonylag jelentős beruházás kezdődhet el idén a bölcsödék és az óvodák tekintetében, és ezt folytatni szeretnénk, hiszen 3 évre ütemeztük ezt a feladatot. Tehát azt tervezük, hogy minden évben ez a lehetőség rendelkezésre áll majd, és így összesen 1,5 milliárd forintot fogunk elkölteni az intézmények felújítására, karbantartására. Az iskolák tekintetében megtörtént az átadás átvétel, volt is már mondjuk közös szülői értekezlet, illetve továbbra is hangsúlyozza az önkormányzat azt, hogy amiben segíteni tud, abban segíteni is fog. Mik most a tapasztalatok ez alatt a néhány hét alatt? Nekem az a tapasztalatom, hogy jó a kapcsolatunk a tankerülettel, azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Teljesen mindegy, hogy egyetértünk-e azzal az átalakítással, vagy parlamenti döntéssel, amely az iskolákra vonatkozott és államosította most már teljes mértékben ezeket az intézményeket. Nekünk az a feladatunk, hogy felelősséget érezve a kispesti gyerekek és szülőpedagógusok iránt, amiben tudunk, segítsünk. Igaz, hogy jelentős forráselvonás történik ebben az évben az önkormányzatoktól, de erőnknek megfelelően próbáljuk támogatni majd az intézményünket, az iskoláinkat, azokat a programokat, amelyeket már elindítottunk a korábbi évben, ilyen például a világítás korszerűsítéshez folytatni fogjuk. Ugye ez a munka épp most kezdődik az Erkel Ferenc általános iskolában, a Pannonia általános iskolában is folytatódik az a fejlesztés, amit tavaly kezdtünk el, a plusz tantermek megépítésével, hogy itt az iskola tetőterében kezdődik majd, vagy folytatódik ez a beruházás, és azt javasolom a képviselőtestületnek, amikor majd tárgyalunk a költségvetésről februárban, hogy hozzunk létre egy kispesti iskolatámogatási alapot, ez így fog szerepelni több mint 10 millió forint a kerület költségvetésében, amit csak a kerület iskoláinak fogunk biztosítani, minden iskolának egyenlő mértékben, és ők dönthetnek majd arról, hogy ezt az anyagi támogatást, amit az önkormányzattól kapnak, ezt mire fordítják. Említette, hogy jelentős forráselvonások lesznek. Ugye a testületülésen tárgyaltak a forrás megosztásról, ami ugye a kerületek és a főváros közötti pénzügyi megosztásról szól, illetve hát ugye az állami megosztásról is szó van itt, az állami forráselvonásról. Hogy fog kinézni a kerület pénzügyi rendszere? Összességében több mint 200 millió forintot von el az állam, illetve a főváros a kerülettől. Nagyjából ilyen mértékben tapasztalható, van, ahol többet, van, ahol kevesebbet az elvonás az önkormányzatoknál. Ez úgy néz ki, hogy körülbelül 100 millió forinttal kapunk kevesebbet állami normatívában, ugye 26 millió forinttal folyik be kevesebb a tervezet alapján a fővárostól a forrás megosztásból, és még több mint 90 millió forintot von el az állam szolidaritási adó formájában, azért, mert úgy döntöttek, hogy az iskolák fenntartása, karbantartása, üzemeltetése az a magyar állam feladata lesz, tehát összességében egy több mint 200 milliós elvonással számolunk. Ugye készülnek a költségvetésre, ezen belül át kell valamit csoportosítani ezek miatt, az elvonások miatt, illetve mik a prioritások, mi az, ami mindenképpen megmarad?
Hát természetesen újra kellett gondolnunk, hogy emellett mire jut, mire marad, mik azok a feladatok, amelyek fontosak. Én azt látom most, hogy ettől függetlenül továbbra is nyugodt módon tudjuk a kerületet üzemeltetni minden olyan feladatra, ami alapvető feladatunk, és minden olyan feladatra, ami önként vállalt feladatunk, és az elmúlt években vállaltuk. Erre lesz lehetőségünk, ahogy említettem az előbb, egy több mint 10 milliós mértékben próbáljuk azért majd az iskoláinkat is támogatni, és a fejlesztési oldalon is úgy számolunk, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket idénre ígértünk, ezt szeretnénk megvalósítani. Ugye egy ilyen egy külső medence építése az uszodában, az orvosi, gyermekorvosi rendelő teljes átépítése és felújítása, ami a Berzsenyi utcában indult el a tavalyi évben, az egészségügyi intézetben a gépműszerbeszerzéseket szeretnénk folytatni, közterületeken szintén lesznek fejlesztések, hiszen azt a programot, amelyet a polgármesteri programban meghatároztunk, a lakótelepi kisebb parkok felújítását, azt szeretnénk ebben az évben is folytatni, és úgy tervezzük, hogy azokra a fejlesztésekre, amik égetőek és fontosak a kerületben, erre egy fejlesztés hitelt fogunk fölvenni ebben az évben, illetve várhatólag ennek a felvétele majd a következő évben realizálódik, annak érdekében ez egy 1 milliárdos keret, annak érdekében, hogy minden fontos fejlesztés felújítást maradéktalanul meg tudjunk csinálni ebben a ciklusban. Mikor vettek fel utoljára hitelt? Hát nagyon kell gondolkodnom arról, hogy ez mikor történt meg. Ugye folyószámlahitelt azt folyamatosan kérünk, de nem használtuk fel, ez egy biztonsági tartalék. Fejlesztési hitelt emlékeim szerint utoljára 2006-2010-es ciklusban használt fel a kerület. De most kelleni fog. Most valószínűleg kelleni fog, de még egyszer mondom, csak és kizárólag azért, hogy azokat a fejlesztési elképzeléseket, ígéreteket, amelyeket a polgármesteri programban, illetve azon túl ígértünk és elvárják tőlünk a kispestiek, ezeket maradéktalanul teljesíteni tudjuk. Működési oldalon mennyiben befolyásolja a gazdálkodást, hogy ugye a minimálbér, illetve a bérminimum emelkedni fog, és ezt ki kell gazdálkodni a kerületeknek? Ennek egy jó részét a kerületnek kell kigazdálkodni valóban. Most úgy tudjuk, hogy valamilyen állami támogatást erre évközben fogunk kapni, de ezt egyelőre nem tudjuk tervezni, hogy milyen mértékben, és nyilván ezek a bérrendezések belső bérfeszültséget is okoznak akár a városházán, akár az intézményekben, úgyhogy folyamatosan egyeztetünk a szakszervezetekkel, illetve a kollégáinkkal arról, hogy hogyan tudjuk ezt a bérfeszültséget megoldani. Most úgy látjuk, hogy erre lesz lehetőségünk. Erősítik a külkapcsolatokat is, hiszen a testvérvárossal, Pendikkel most egy újabb lépéshez értek, egy barátságparkot fognak kialakítani, és egy szobor is kerül oda. Igen, hát amikor legutóbbi látogatást tettünk Isztambulba, ugye Pendik Isztambulnak az egyik kerülete, ott az ottani polgármester felajánlotta, hogy egy új városrész építésénél egy olyan parkot fognak, sportparkot fognak kialakítani, amelyet tulajdonképpen Magyarországról, illetve Kispestről neveznek el, és olyan tematikus park lesz, ahol Kispestet, Budapestet, Magyarországot mutatják be. Ugye ez egy sport gyermekpark, tehát ilyen témaköré fogják fölfűzni ennek a tematikáját. Ahogy láttam a terveket, egyébként nagyon szép helyen található, vagy lesz látogatható ez az új park, egy nagy Rubik kocka lesz elhelyezve. Ugye miután sportparkról beszélünk, ezért egyik leghíresebb magyar sportolónak a szobra, Puskás Ferenc szobra lesz kilájtva, ugye neki kispesti kötődése teljesen egyértelmű, és különböző eszközökön fogják bemutatni Budapestet, illetve Kispestet. Ez teljes mértékben a testvérvárosunk költségvetéséből valósul meg, úgyhogy mi nagy örömmel várjuk már, hogy bemutathassuk a kispestieknek is, és reméljük, hogy minél többen el tudnak majd látogatni a testvérvárosi kapcsolatok keretében majd az új parkban. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget.
Véget ért egy korszak. A Magyar Szakszervezeti Szövetség területi és nyugdíjas alapszervezetének idei első közgyűlésén megtartotta a szervezet éves beszámolóját Meggyes Lászlóné. A beszámoló után korára hivatkozva lemondott tisztségéről. Méltatták és búcsúztatták a tagok, hiszen Janka több mint egy negyed évszázadon keresztül volt az alapszervezet titkára. Nekünk a mindennapokról mesélt. Egyenes tartás, érdeklődő nyitott tekintet és őszinte mosoly. Ez jellemzi a majdnem 90 éves Meggyes Lászlónét, Jankát. Ő vezette 26 éven keresztül a Magyar Szakszervezeti Szövetség kispesti szervezetét, ahogy valmagáról elkötelezett szakszervezet is. Hát a Jankáról csak azt lehet elmondani, hogy fáradhatatlan, emberszeretetből csinálja mindezt, és mindig kitalál valamit, hogy jó legyen az embereknek. Nagyon szereti, amit csinál, és én kívánom, hogy még sokáig ne hagyjon minket el. A visszavonulás oka az, hogy a szervezet működtetése komoly energiákat, sok időt követel, és Janka szerint ez már nem való egy 89 éves embernek. Pedig az igazság az, hogy a közösségnek szükségük van pozitív erőt sugárzó példaképekre. Diákkoromban léptem be a szakszervezetbe 1948-ban. Tanítóképzőben jártam, és bejöttem a pedagógus szakszervezetbe, mert ugye azt hallottam, hogy ott a dolgozók érdekeit védik, és én akkor ilyen kis lelkes voltam, és mondom, nekem ott a helyem. De 49-ben elhelyezkedtem egy kezdő vállalatnál, és 36 évig ott dolgoztam, de az utolsó 15 évben már függetlenített titkára lettem a 14 ezer fős Volán egyes vállalatnak. És mikor elmentem nyugdíjba, akkor ide jöttem Kispestre, és most itt 26 éve vagyok a titkár. És miből áll a tevékenysége önnek, mint a titkárnak? Hát nagyon sok mindenből. Elsősorban érdekvédelem, ami ma már nem igen van sajnos. De minden idősekkel, szociális, kulturális, rengeteget kirándulunk, sportoltunk, ezeket mi nyertük. Hát a magunk módjának is sportolási lehetőségünkkel. És rengeteget jártunk Spanyolország, Görögország, Erdélybe többször, Ausztriába. Rengeteg kirándulás és ismeretszerzés, ez volt a fő célom, hogy a nyugdíjasokat olyan helyre vigyük, amit életükben nem láttak. És volt olyan például, aki velünk látta először a Balatont. Vagy például a föld alatti, nem a föld alatti, a fogaskereküvel velünk volt először pesti lakósként 75 évesen. Na és ezek olyan dicsőségek nekem. A szervezetnek jelenleg körülbelül 170 tagja van. Többek között kártyaklubot, csacsogóklubot működtet, zenés-táncos összejöveteleket és gyógytorna foglalkozásokat szervez. Kiemelt feladatai közé tartozik az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésére való programok szervezése, és természetesen az érdekvédelem. Mit tehet egy nyugdíjas szakszervezet? Egy csomó olyan javaslatot már eljuttattak és el fognak juttatni, amely az itt élő nyugdíjas szakszervezeti tagok érdekében szólalnak föl. Akár a nyugdíjrendszeren keresztül, akár az egészségügyi ellátás kereteiben. Tehát a kifejezetten az ő élethelyzetük érdekében milyen lépéseket várnak a szakszervezettől, vagy épp akár az önkormányzattól, vagy a kormányzattól is. Tehát ezek az érdekvédelmi munkák, ezek nagyon erőteljesek, és hát a szakszervezetnek ez a dolga, és ezt csinálják a Jankáék. Az utóbbi két év nem volt olyan, amilyennek kellett volna lenni, mert 2011-től nem tudunk pályázni, mert hogy állítólag civil szervezet, szakszervezet és párt nem pályázhat, de 21 évig pályáztam, és kaptunk pénzt. Aztán valamilyen irányzat belekötött, és nem kapunk, azóta csak a havi 1600-as tagdéból, amit össze tudunk hozni, abból hoztuk ki mi ezt mind, amit ma hallani lehet. A beszámolóban szó volt nagy vonalakban az elmúlt 26 évről, és részletesebben a tavalyi 2016-os esztendőről. Csak az utóbbiban gyógyfürdő, oktatási intézmény és múzeumlátogatástól kezdve, színházi programon keresztül a közös kávézásig volt mindenféle színes program. A szervezet ügyintézését, vezetését mostantól Kancné Spiegel Etelka viszi tovább. Van szükség, hogy összetartjunk legalább a nyugdíjasokat. Gazdagítjuk őket, mert nagyon le vannak maradva, mert itt nagyon sok olyan szegény kisnyugdíjas van, aki hát bizony sok ismeretpótlásra van szükség, és mi ezt nagyon akarjuk. Szeretem, amit csinálok, szeretem az embereket, és szeretném a nyugdíjasokat minél jobban érezzék magukat egy társaságban.
Megyes Lászlóné Jankát a tagokon kívül Tóth Mihály, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának elnöke, és a kispesti városvezetés nevében Gajda Péter és Vincek György búcsúztatta. Három muskétás, vagy három honvédos egy helyen. A kispesti nehéz atlétikai sportiskola birkózó edzéseit péntekenként az olimpiai bronzérmes Klinga László tartja, aki meghívta két barátját és korábbi versenyző társát az egyik edzésre. Marga János és Csatár József először látogatott a Klinga László birkózóterembe. Régi idők emlékeiről és mai birkózó hétköznapokról is szó lesz a következő percekben. A macska becenévre hallgató edzőként is óriási sikereket elért Laci bácsi meglepte a gyerekeket és meghívta két korábbi jó barátját és versenyzőtársát, az 1968-ban olimpiai aranyérmes Varga Jánost és a kétszeres olimpiai bronzérmes Csatári Józsefet. 1972-ben hárman együtt lehettek Münchenben az olimpián, Varga ott negyedik lett, Csatári és Klinga viszont egyaránt bronzérmet szerzett. Hárman együtt, mintha testvérek lennének, sok szép emlék köti össze őket. Nagyon érdekes, Észak-Koreában voltunk 1970-ben, első fehér emberek szinte Észak-Koreában, és a második nap ránk gyújtották a szállót a koreaiak, hát vagy direkt, vagy nem, hogy ugráltak az emberek a szállóból, mint a pokoli torony, és a Vargancsóval egy szobában voltunk, ezt együtt éltük végig, megúsztuk, semmi bajunk nem lett, eloltották nagy nehezen a tüzet, és mikor vége volt a tűznek, hajnal kettőre kimentettek bennünket, 10 óra, akkor mondták, verseny van, mert itt háború van, itt birkozni kell, ez egy fantasztikus élmény volt számomra. A Lacival lábteniszben dolgoztunk sokat, meg a Jóskával is. És akkor ott, hát olyan nagy öröm volt, hogyha sikerült becsapni a labdát úgy adni, hogy nem bírták visszapasszolni. Hát ezek fantasztikus nagy élmény. Akkor volt olyan, hogy nagy tó körüli futás Tatán, az 8 kilométer volt, és mentem elől, ők meg szuszogtak a hátam mögött. Ha mondom, húzom a sort, de nem maradtak le. Ők is úgy tartották azt a távolságot, hogy azt mondták, mikor megérkeztünk, hogy Jenikám, szépen megdolgoztattál bennünket. Na, a versenyeken találkoztunk sokszor, meg a Vargancsóval voltam már mert ugye már húsosban is válogatott voltam a kötött fogásban. A világbajnokságon, a Helsingborgban, amikor megnyerte, 6. volt, amikor még a Kozma is élt akkor. A Klingára szállnál később, azt meg a versenyeken találkoztam, egy szabadfogású versenyen, mind a kettőn, magyar bajnok, mind a kettőn indultam itthon. Azért mondom, hogy 52 hétből 48 hét állandóan verseny volt. Egyik héten szabadfogású verseny, másik héten kötött, és abban az időben még majdnem minden nagyobb városban volt egy birkózó szakosztály. Mindhárman birkóztak a Budapest Honvéd csapatában. Persze korábbról is ismerték egymást, de az életre szóló barátság itt Kispesten alakult ki közöttük. Én 16 évesen kerültem be a budapesti Honvéd nagy csapatába. A Kárpáti Károly 1936-os olimpiai bajnok, az volt az edző, és felküldött egyszer Varga Jancsi ellen, hogy kisfiam, menjél be, te már neki tudsz ugrani a Varga Jancsi bácsinak. Hát ennek jó vége nem lett, én annyit voltam a levegőben, mint a malévgépek, annyit repültem. Bementem a WC-be, és írva fakadtam ott egyedül, hogy Jézusom, mi lesz én velem? Tulajdonképpen a Lacinak a szabadfogást én adtam át. De azért visszamentem a szőnyegre, és a következő edzésen, meg a harmadik edzésen is odavágott, és egyszer csak csináltam egy fogás. Aztán még egy fogás, és rájöttem, hogy ugye 7 évvel idősebb olyan csinálom. És mondom, hát ilyen fogást tudok csinálni, Varga Jancsival, akkor már világbajnok volt, meg olimpiai érmes volt, mondom, akkor csak belőlem is lesz valami. És ez ambicionált, és 18 éves, 19 évesen egyszer megnyertem egy magyar bajnokságot szabadfogásba a Jancsi előtt. És akkor mondtam a Lacinak, hogy Lacikám, szabadfogás a tied. A Csatár is egy csapatban volt velem, egy válogatottban voltunk, együtt voltunk Tatán. A Sus volt az, aki mindig egerciroztatott, mindig az atyai nyakasokat adta, mindig ne nyekerek, bacska, mert a polyák adta a becenevet, hogy macska, és ne nyekerek, gyerünk, menjé, ő biztatott, tehát tényleg mi egy nagy család voltunk, ami ma már ritka, és azt szeretném itt is, ha meg lenne, és úgy érzem, hogy meg is van, és meg fogjuk csinálni.
Laci bácsi edzőként a Ferencvárosnál kezdett dolgozni. 1978-ban korábbi edzőtársának Gulis Györgynek köszönhetően a magyar birkózó válogatott szabadfogású csapatának vezető edzője lett. Ezután dolgozott kint Svédországban is, és óriási sikereket ért el edzőként, több olimpiai, világ és Európa bajnok nőtt ki a kezei közül. Sok év kihagyás után pedig újra kezdte, itt Kispesten. Egy vérátömlesztést kaptam, és úgy érzem, hogy még tudok mutatni valamit, és remélem, hogy fogok is, amíg a mozgásom meg a szellemi frissességem megadja, és elhatároztam, hogy ezt a klubot tényleg mint egy nagy család föl szeretnénk építeni. Nagyon jó társaim vannak, ez a három fiú, aki kitalálta a Szabó Marceltól kezdve a Majos Zoliig, aki kitalálták. Szinte társadalmi munkában, ami a mai emberek számára hihetetlen, hogy ingyen, mindent ingyen csinálunk, minden támogatás nélkül, és ez is ambicionál engem, hogy ilyen emberek még vannak, akik nem csak a sportból élnek, hanem a sportért élnek. Fontosnak tartja, hogy ne csak jó sportolót, hanem jó embert is neveljen. Mi nem azért indulunk, hogy nyerjünk, hanem azért, hogy megismerjétek a birkózó versenynek a légkörét, a szagát, megismerjétek a bírókat. Az se baj, ha senki nem kap semmit, nem ér erre, csak küzdjön mindenki. És hál' Istennek lett három érmünk, négy érmünk, három második helyünk, két a harmadik helyünk. Ez olyan lökést adott a gyerekeknek, hogy hát remélem, hogy ez tovább viszi ezt az egész társaságot. Tovább is vitte. Januárban az első verseny alkalmával Kállai Gergely aranyérmet szerzett. Én 2012-ben kezdtem el birkózni a budapesti Spartakuszban. Szerettem volna, hogy jobban, hogy erősebb legyek, meg jobban eredményeket érek el. Hogy kerültél ide? Hogy jött szóba, hogy ide igazolj? Hallottam, hogy Klinga László itt csinál egy egyesületet. Klinga László személyisége tehát sokaknak sokat nyom alatban. Ezért is gondolta úgy Laci bácsi, hogy fontos megismerkedniük a fiataloknak más korábbi sportolókkal is, akik joggal lehetnek példaképeik az új nemzedéknek. Jó érzés, hogy ilyen majd birkózók taníthatnak engem. Laci bácsi jó pedagógiai érzékével, szimpatikus magatartásával és személyes példamutatásával elérte, hogy egyre több fiatal kezdjen birkózni itt Kispesten is. Nem titkolt céljuk, hogy ugyanolyan sikereket érjenek el, mint a Varga csatári Klinga 3-as, de ahhoz, hogy kiemelkedjenek, sok mindenre szükségük van. Nagyon nagy elszántság kell, akaraterőkkel és céltudatosság, munkabírás, edzés, szakszerű edzés, mert nem mindegy, hogy milyen edzés, hanem célszerűen, szakszerűen csinálni a dolgokat. Aztán számtalan szó volt az, hogy úgy hívtuk, hogy a kenyérkereső fogások. Amit az ember saját magának kidolgozott, amit nem ismertek, senki nem ismert, csak meglepődtek, amikor megcsináltuk a fogások. Sokat kell gyakorolni. Sok gyakorlás és a... Nekem olyan volt, hogy ellenféle nem tudtam így edzésen gyakorolni a lábkirúgást. Csináltam anyatesten. Mondom, birkozzunk edzésen rendesen, akkor már tudtam csinálni, mert tehát az, hogy a sok edzés és a gyakorlás az hozza meg a gyümölcsét, és nem csak egy fogást kell besúlykolni, legalább kellene egy a 3-4 kenyérkeresőnek, ahogy mi szoktuk mondani, hogy azt meg tudja csinálni bármikor. Én mindig azt mondom, amikor bejön egy ember a terembe, mondják, a szülők kérdezik, hogy ebből világbajnok lesz, vagy olimpiai bajnok lesz. Hát mondom, nem, nálunk megtanul először becsületes lenni, vigyázválni, köszönni, és utána majd elválik. Ugye hát egy gyerek agresszív, a másik gyerek mozgékony, a harmadik gyerek egy ilyen kis visszahúzódó. Az egyik gyerek 10 éves korában már tudja dolgokat, a harmadik gyerek 16 éves korában kezd beérni. Ezt nehéz meghatározni, mikor lesz valakiből. Az edzőnek kell erre ráérezni, az edző szeme az a csoda, amikor meglátja, hogy ezt most fizikailag, ezt most technikailag, ezt meg kell fűzni, ezt most abba akarja hagyni, vissza kell csalni. Volt olyan versenyző, aki abba akart hagyni, visszacsaltuk, és Kovács Pista világbajnok. Abba akart hagyni a Honvédba, kimentünk a lakásra, visszacsaltuk, és később világbajnok lett. Egyetlen szabadfogású világbajnok. Úgyhogy ez az edző múlik. Abban biztosak lehetünk, hogy jó kezekben vannak a gyerekek Laci bácsi mellett.
Mese délután az Üllői úti könyvtárban, de nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek mesélnek profi mesemondók. A történeteket mitológiai és más forrásokból merítik, és saját stílusukban, esetleg magukra alakítva adják elő. Az alkalmakat általában tematizálják. Legutóbb a királylányok voltak a történetek visszatérő alakjai. Az egyik Sir William Clares, aki a 15. században élt ott, pompázatos bálokat rendezett ebben a kastélyban. Kárpitok lógtak a falakon, szebbnél szebb bútorokkal voltak tele a szobák, és egy gyönyörű felesége volt, aki, vagy Elizabeth Douglas volt, más források szerint Margaret Douglas. Nem sikerült eldöntenem, hogy melyik lehetett a valódi. De minden esetre az beszélik, hogy ennek a vagy Elizabeth, vagy Margaret Douglasnek. Esetleg Elizabeth Margaret. Hát esetleg Elizabeth Margaret, vagy Margaret Elizabeth Douglasnek. Szóval Mrs. Claresnek 75 szolgáló lánya, 75 társalkodó hölgye volt. Körülbelül 2 éve jövünk össze itt rendszeresen, nagyjából 2 havi rendszerességgel. 3-4 mesemondók, és az érdeklődő közönség, főként felnőttek a látogatók, amit már csak az időpont is determinál. Általában 3-4 mesélnek egyszerre, egy alkalommal. 3 törzstag van, az egyik Lovranics Júlia, a másik Nagy Enikő, a harmadik pedig jó magam volnék. És akkor ezen kívül most újabban becsatlakozott például Uporági, de néha más kollégákat is még segítségül hívunk, hogy színesebb legyen a műsor. Ezek közül a társalkodó hölgyek közül 53-an mind nemesi származásúak. Gyönyörű szép bársony és sejem ruhákat hordtak. Az ékszereik mind csupa-csupa arany, drága kő. És amikor Mrs. Clares haza kívánt utazni, időnként elment Edinburgh-ba. Hát akkor azt beszélik, hogy 200 vitéz katona kísérte, 200 lovag. Nappal, mert éjszaka, ezt a menetet 80-nal toldották meg. 80 lovag, mint fáklyákkal a kezükben, és ők vezették ezt a menetet éjszaka. A mesemondók fantáziája már csak szakmájuknál fogva is színesebb, mint hallgatóságuké, mégis minden résztvevő szem előtt életre kelnek az udvarhölgyek, és a zeneszónát is hallatszik ruhájuk susogása, melyet csak idővel nyom el a lovak dobogása és a fájkák sercegése. Én jártam Sárváron az ilyen diáktáborba, és ott ismerkedtem meg az én mesemondó mesteremmel, Zalka Csenge Virággal, aki engem elindított, ő egy nemzetközi mesemondó, és a mesélés pedig tőle jött. Mit lehet tanulni? Mit tud egy mester tanítani a diákjának? Hát eleve például ezt, hogy egyáltalán lehetséges Magyarországon csak úgy mesemondónak lenni, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy jó, persze, mesemondók voltak régen, de ma is vannak, sőt, a mesemondó, ha azt Csenge azt szokta mondani, hogy az olyan, amilyennek te szeretnéd. Tehát nem is kell ezt így feltétlenül beskatolyázni, hogy a mesemondó az csak az lehet, aki ékesszékely tájszólással mesél népviseletes ruhában, hanem akár úgy is lehet, hogy az ember gótnak van öltözve, vagy akár farmerben, vagy akár ahogy szeretnéd, ilyen egy mesemondó, amilyennek te megálmodod, az a fontos, hogy a színpadon megálljál vele. Abban az időben, amikor az én mesém játszódik, egy olyan azueli báró lapja a kastélyt, akinek van egy gyönyörű szép lánya. És a báró kisasszonynak a fő pompája, ékessége az ő gyönyörű szép szőke haja. De nem olyan szőke haja volt, hogy az tejfelszőke lett volna, és nem is volt szalmaszőke, de még nem volt hirtelen szőke sem, hanem a haja színe az olyan volt, mint az egészen régi aranytárgya, óarany. A szeme pedig kék volt. Hogy lesz valakiből mesemondó? Hogy válik mesemondóvá? Többnyire arról számolnak be a mesemondók, hogy ez valahogy megtalálta őket. Ezt nyilván mindenki munka mellett kezdi el, aztán ki hová fejleszti, kinek mi a célja vele. Van, aki csak hobbiból kezd el mesélni, és hobbi szinten is marad, van, aki profi mesemondó szeretne lenni, és ebbe az irányba halad tovább. Én leginkább a magyar népmesékkel dolgozom. Én ezt a kincstárat használom fel, amikor mesélek, amikor ezt át akarom adni, ezt a kincset. Mi az, amit te személyesen bele tudsz még vinni a mesébe? Nyilván van egy saját
stílusod, azon kívül esetleg a tartalomhoz is hozzányúlsz? Több tanulságot teszel bele, vagy aktualizálod a meséket? Nem lehet több tanulságot belerakni, aktualizálni lehet általában. Mi is szerintem elmondhatom mindannyiunkról, hogy gyakran úgy nyúlunk a mesékhez, hogy ami éppen akkor akut foglalkoztat minket, amit akkor nagyon szeretnénk magunkból kiadni, azt elhozzuk ide, és valamilyen címszó, valamilyen témaköré összefonjuk. De a várókisasszony nem akart férjhez menni. Kerülte az embereket, és már gyereknek is ilyen volt. Gyerekkorában rengetegszer játszott egyedül, és azt mondják, hogy kedves szokása volt, hogy a vár alatti mindenféle erdőkben, havasi réteken kóborolt egyesed maga, és ezekről a sétákról kiengedett, bozontos hajjal érkezett haza. Mindenkinek más a stílusa. Júlia például nagyon szeret álva mesélni, Enikő is többnyire álva mesél, de ő neki a mesei világa elsősorban talán a tündérmesék volnának. Ágiról bevallom, még nem teljesen tudom, hiszen ő nemrég csatlakozott hozzánk, és eddig még csak egyszer hallottam mesélni, de az nagyon jó volt. Egy csendes, nyugodt mesemondó is. Én egy kicsit vicceskedem. Hogyha elég sok mesét elolvas az ember, vagy megismer, akkor meglátja azokat a kis apró vonulatokat, hogy mi az, amiben ez az egész különbözik, mert maguk a történetek nagyon sokszor hasonlók. De hogy... És miben különböznek? Miben különböznek? Hát például, hogy mondjuk jakvaj van benne, és nem tejföl. Meg... Hát az állatok nagyon sokszor, ugye a démonok megjelennek ilyen-olyan formában. Van kedvenc meséd? Nincsen, azt hiszem, hogy nincsen. Olyan van, amit leginkább szeretek mesélni. Ez egy indián mese, egy indián teremtés történet arról, hogy hogyan teremtette az ezüstrók az énekével a világot. A mostani alkalommal azonban nem teremtés történetek, hanem királylányok köré fonódó mesék hangzottak el, amelyek egyáltalán nem voltak egyszerűek. A történetek rengeteg szálon futottak, és sokkal több szereplőt vonultattak fel, mint egy gyermekmesében. Nem csak fantáziát, hanem figyelmet is követelve a hallgatótól. Miért van szükség a mesékre? Egyrészt azért, mert ez egy érték, másrészt azért, mert ez egy szórakozás, harmadrészt ez egy lehetőség tanulni például. A mesékben éppen elég tanulság van, tehát ezekben nem kell még plusz belerakni, nem is lehetne, hisz ezek annyi idő alatt gyűltek össze, ezek olyan ősi kincsek, amit csak sok-sok fejtegetés után tud az ember lehámozni. És lehet, hogy egy meseesten itt most az a jó, hogy mi annyifélék vagyunk, és mindannyian más tudunk közvetíteni, a közönségből pedig mindenki megkeresheti a magáét, ami neki legjobban tetszik, ami ő neki akut éppen akkor a szívéhez szól. A szívéhez szól, és talán még üzen is, súg is valamit. Valamit, amit aztán egy életen átvihetünk magunkkal útravalóként. Akrobatikus rock'n'rollt, hip-hopot, show-t és pompomtáncot tanulhatnak a gyerekek a Be Cool Dance tímesében Kispesten. A csapattal több kerületi rendezvényen is találkozhattak már, és vannak közöttük olyanok is, akik világversenyekre is járnak. Lelkesedés, a tánc és a közösség szeretete árad a fiatal csapatból. Sortánc, párostánc, akrobatikus rock'n'roll, hip-hop, show és pompontánc. Kinek mi jön be? A ritmus, az életérzés a fontos, a test átmozgatása, a közösség megélése. Erre van lehetőség a kispesti Be Cool Dance Teamben, melynek alapítója Mészáros Gábor.
2013-ban jöttünk létre, ez egy gyerekkori álomnak a megvalósítása maga ez az egyesület. Én amióta az eszemet tudom, úgy gondoltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni világéletemben. És, a tánccal vagy a tanítással? Is. A mai napig foglalkozom mind a kettővel, a tánccal is, meg a tanítással is, de elsősorban tanítással, gyerekekkel, így ezzel az egésszel. Én egy másik nagy egyesületben tanítottam nagyon sokáig, és utána én onnan kiváltam, és megalapítottam a Be Cool Dance Team sportegyesületet. Te mióta jársz ide? Ez az 5. évem. Szereztél itt új barátokat? Igen, nagyon sokat. És felnőtt korodban akarsz tánccal foglalkozni? Igen, szeretnék. Nekem ez a 4. évem itt, ebben az egyesületben. És miért szeretsz ide járni? Mert sok új barátot szereztem, meg nagyon jól, meg ez nekem egy kikapcsolódás, hogy ide járhatok. Hetente hányszor jössz? 3-szor. Ami alapelvünk az, hogy a gyerekeknek jár a mozgás, jár az, hogy jól érezzék magukat, hogy tanuljanak egy kicsit táncolni, hogy fejlődjenek. Van lehetőség nálunk arra is, hogy csak tánckedvelőként vegyenek részt az edzéseken, és akkor semmi kötelezettség nincsen. Bejön és jól érzi magát és táncol, és van lehetőség arra is, hogy akár bármilyen szintű versenyzővé váljanak. Itt a mostani gyerekek, ők már a versenyző kategóriába tartoznak. 3-4 éve vagyok már itt a lányokkal, a fiúkkal. Évről évre azt veszem észre, hogy egyre jobban és egyre többet fejlődnek, és igen, szóval nagyon, nagyon ügyesek mindannyian. És látszik rajtuk az akaraterő, hogy akarják, hogy csinálják, eredményt akarnak elérni, úgyhogy úgy gondolom már a kezdőinkre is elmondhatjuk, hogy egyszer ők is el fognak arra a szintre jutni, hogy igazi versenyzők lehetnek. Mennyire kemények az edzések, ha valaki versenyezni akar? Hát ha valaki versenyezni szeretne, akkor már nagyon. Itt azért a fiatalok eléggé megizzadnak az edzéseken, ugye heti három edzésük van, és mindegyiken hát a lehető legtöbbet próbáljuk belőlük kihozni. Mivel táncról van szó, egyelőre lényegesen több a lány az egyesületben. Ahhoz, hogy valaki jó táncossá váljon, elengedhetetlen a jó ritmusérzék, a hajlékonyság és megfelelő mozgáskoordináció. Az edzéstervben éppen ezért szerepel a feszes, pattogós, kemény tartalmas mozdulatokkal teli akrobatikus rock'n'rollon kívül a lazább hip-hop vagy a show és pompon tánc is. Van-e példaképetek? Igen. A Cetil Fanni. Ő egy magyar bajnok? Igen. Ismeritek őt személyesen? Igen. És mit tudtok róla? Hát párosozik, és hogy nagyon jól táncol, meg ilyen világbajnok. Te mióta jársz ide? 2-3 éve. És hogy érzed, mit fejlődött ez idő alatt? A ritmusérzékem az biztos, meg a karom, meg a lábam is. Én szeretek sort táncolni, meg nyújtani. Hát, a sortánc az micsoda? A formáció. Amikor nem párban táncoltok, hanem sorokban? Igen. Neked mi a kedvenc részed? Hát kb. Nekem is ugyanez. Mekkora lámpalázatok van egy-egy ilyen fellépés előtt? Hát elég nagy szerintem, mert azért mégiscsak színpadon emberek előtt kell állni, és ez azért elég nagy lámpalázat tud okozni, de ahogy egyre több versenyen indulunk, azért ez változik és múlik egy kicsit. Mindig kell valamit csinálni, és hogy nagyon pörgős ez, és így, ez így nagyon jó így. Nem nagyon fárasztó?
de fárasztó, néha nagyon is, de ahhoz, hogy elérjük az eredményeket, ezt is be kell vállalni. Neked mit jelent a tánc? Nekem szerelem volt első látásra a tánc. Én 7 éves koromban kezdtem el táncolni. Engem az fogott meg ebben az egészben, hogy egy napközis táborba jártam, és ott egy edzést láttam meg igazából, ahol már ezt mások versenyző szinten művelték anno még 95-ben, és beültem az edzésre, mert egyszerűen csak nézni is jó volt, amit csinálnak. És a harmadik edzésre beültem, és ott megbeszéltem, oda jött hozzám az ottani vezetőedző, és látta, hogy már többedik alkalommal beültem, beszélgettünk, és mire anyu jött értem, addigra én megbeszéltem az edzővel, hogy én akkor 7 évesen nekiállok táncolni, és az azóta töretlenül tart. Gábornak nemzetközi sikerei vannak már. Partnerével a világranglista 28. helyén állnak jelenleg. Saját maga fejlesztése mellett a gyerekeknek szenteli szinte minden idejét. A közösséget nem csak a tánc, hanem a gyerekek iránt érzett szeretetével tartja össze. A közösen töltött idő nem csak mozgásról, hanem barátságról, egymás felé érzett felelősségről is szól. Erre jó példa a közös színnapozás, amelyre véletlenül éppen becsöppentünk. Hipertext címmel a költő-író Tamkós Irató Károly emlékére rendezett kiállítás nyílt a Nagy Balogh János kiállítóteremben. A különleges tárlatot február 25-ig tekintheti meg a közönség. Tamkós Irató Károly életének és művészetének ismerete a kulcs a kiállítás megértéséhez. A kiállítás kurátora 20 kortárs képzőművészt hívott meg, akik alkotásaikban a klasszikus avantgárd törekvéseket napjaink művészeti lehetőségeivel kötik össze. Tamkóhoz alig, hanem a képek nyelvén lehet a legpontosabban szólni, fogalmazott megnyitójában Vas Norbert művészeti író, aki 5-6 éve foglalkozik a kortárs képzőművészettel. Különleges időpontban nyílt meg a tárlat, ugyanis éppen aznap volt Tamkós Irató Károly születésének 112. évfordulója. Ugyan nem kerek a jubileum, de én azt gondolom, hogy a Tamkós Irató Károlynak a személyéhez talán ez közelebb is állna, hogy nem egy kerek jubileumot ünneplünk, hanem egy kicsivel kevésbé pontos számadat, hiszen Tamkós Irató Károlyra azt tudni kell, hogy nem nagyon kedvelte azt, ami nagyon-nagyon szokványos, hanem mindig valami újdonságot, valami a megszokottól eltérőt keresett, kutatott, úgy az életében, mint a művészetében, a munkásságában is. Korai éveiben már Párizsba került, és olyan művészekkel ismerkedett meg, mint Francis Picabia vagy Pablo Picasso. Míg a korai időben, a párizsi években inkább az avantgard irányzatok felé fordult a figyelme, addig később talán többen is ismerjük így, gyermekversek, gyermekversikék és mondókák költőjeként vált aztán ismerté, de egyébként azt is érdemes tudni róla, hogy fordított tudományos fantasztikus, azaz sci-fi regényeket is, tehát nagyon-nagyon sokoldalú volt az ő művészete, és azt gondolom, hogy a mai kiállításnak is az egy fontos hozadéka, hogy nagyon sok felől néznek rá Tamkós Irató Károlyra, sokféle különböző technikákkal idézik meg a mestert, és azt gondolom, egy nagyon-nagyon színes kiállítás született itt ma. Aminek alapja a Dimenzionista Manifestum, egy avantgárd művészeti kiáltvány, amelyet Tamkós Irató Károly még 1936-ban fogalmazott meg. Ennek a lényege, hogy minden egyes művészetnek a sajátjánál egyel több dimenzióba kell kilépnie. Azt tartott a Tamkó például, hogy a versírásnak nem elég, hogyha papíron megjelenik, hanem a síkot meg kell hódítani a betűknek, de ugyanez jellemző akár a festészetre is, amiről viszont azt gondolta, hogy nem elég szintén, hogyha egy táblakép mondjuk pusztán a síkban létezik, hanem ki kell lépnie a térbe. És még tovább ment, a szobrokról pedig azt gondolta, hogy valamilyen módon meg kell mozdulniuk a háromdimenziós szobroknak. Hát valamilyen ilyesmi az a dimenzionizmus, amit akkor gondolt, és hát nagyon izgalmas ez a gondolat, hogyha belegondolunk, hogy közel 80 éve született meg, tehát ez egy akkoriban azt gondolom, hogy végtelenül forradalminak ható gondolat volt, és hát sokan a korabeli párizsi művészek közül hasonlóan gondolták ezt. A modern művészetben nagyon sokakat inspirál az a fajta progresszió, amit Tamkós Irató Károly is képviselt. Sokan fordulnak a mai képzőművészek közül az olyan művészeti ágak felé, mint az internetes vagy digitális művészeti formák. 10-20 évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy ezek a mindennapi ember által elérhető és használt eszközök valamilyen módon a művészet nyelvére is lefordíthatók legyenek. Ebben is segít a hipertextualitás. A hipertextualitás valami olyasmit jelent talán, hogy
hogy minden szöveg valamilyen módon kapcsolatba hozható, kapcsolatba kerül egymással a szövegek párbeszédét, és nem csak szövegek párbeszédét, hanem hogyha körbenézünk itt a kiállító teremben, akkor azt is látjuk, hogy tulajdonképpen a képzőművészeti alkotások párbeszédéről is szó van, megszólítják ezek a művek egymást, és talán, ha szerencsénk van, akkor megszólítanak minket is ezek a munkák. A Nagy Balogh János kiállítóteremben 20 különböző korú és különféle technikával alkotó művész munkái láthatók, akik Tamkós Irató Károly képverseire reagálnak, összekötve ezzel a klasszikus avantgárd törekvéseket napjaink művészeti lehetőségeivel. Ez az összekötetés a tárlat alapja, hiszen a hypertext fogalma éppen olyan több dimenziós szövegeket jelent, melyben az olvasó maga dönthet egy adott történet irányáról és annak befejezéséről. Szükség van egyfajta jó értelemben vett nyitottságra, hogyha a tárlatra érkezünk, de hát nagyon-nagyon sok ismerős dologgal is találkozhatunk. Vannak kiállítva fotográfiák, vannak kiállítva nagyon-nagyon plakátszerű digitális nyomatok. Ezekkel azt gondolom, hogy naponta találkozunk az utcákon, ha más, hogy nem reklámok formájában. Nagyon-nagyon izgalmas ezeknek, és megkapó a vizualitása ezeknek a műveknek, de hát valamilyen módon ez is a funkciójuk, a transzparentitás, hogyha úgy tetszik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokfelé ágazó, és nagyon sokszínű anyag, ahogy erről már beszéltem is. Tényleg a klasszikus festészeti munkáktól egészen a plakát, vagy pedig a fotográfia médiumáig. Talán nagyon izgalmas lehet az, hogy nem feltétlenül sorban nézzük meg ezeket a munkákat, hanem mi is igyekszünk kalandozni, hogyha úgy tetszik, mi is egyfajta ilyen hipertextszerű módon pattogunk, mint egy flipperlabda itt a kiállító teremben. Mindig is szobrászművész akartam lenni, lehet, hogy más lány arról álmodik, hogy királylány lesz, de nekem mindig is ez volt az álmom. Az egyik kiállító Tasnádi Szandra 2016-ban végzett a képzőművészeti egyetemen. Mindig is érdekelték a formák, már óvodás korában a gyurmázás volt a kedvence, és ez indította el a szobrászat útján. Barti Magdolna a kiállítás kurátora kérte fel, hogy legyen ő is kiállító, annak ellenére, hogy addig nem ismerte Tamkós Irató Károly művészetét, de elmondása szerint ez új utakat nyitott meg számára az irodalomban és a szobrászatban egyaránt. Ez a dimenzionizmus, amiről szó volt a megnyitón is, számomra nagyon, tehát hozzám mindig is nagyon közel állt az, hogy idegen dimenziókat ismerjünk meg, és ezek a párhuzamosan létező dimenzióknak a lehetősége nagyon érdekes számomra. Az, hogy ezt hogy lehet kifejezni a szobrászatban, és ennek a tovább gondolásában segít Tamkós Irató Károly. Ezek a formák, ez a massza tulajdonképpen azt jelképezi, ahogy az ember látja a saját környezetét, az embernek a saját épített környezetével való kapcsolata az, amit megjelenik, illetve az, hogy a tárgyaink mit őriznek rólunk, hogy a stílus, a tárgyainknak a stílusán, az elrendezésén kívül mi az, ami még a mélyben lappang, a szőnyek porában, esetleg a kis gyűrődésekben, hiszen a tárgyaink a tanúi az életünknek, és végül is ez egy dimenzió, amit itt próbálok megjeleníteni. Talán ez is mutatja azt, hogy Tamkós Irató Károly mennyire aktuális tud lenni a mai korunkban is, hiszen egészen fiatal, akár a 20-as évei közepén végén járó, tehát éppen a képzőművészeti egyetemről kikerülő fiatal diákok mellett olyanokat is láthatunk, akik például a képzőművészeti egyetemen tanítanak. Tehát, hogy egészen széles a paletta, hogyha azokat nézzük, hogy milyen korosztályokban lévő alkotóknak a munkáit láthatjuk itt a falakon. Talán ami összeköti őket, az a progresszióban való hit és a Tamkós Irató Károly előtti főhajtás. A mai napon is látható, hogy nagyon sok ismert kispesti művész jött el, noha csak egyetlen egy kispesti alkotása van kint, tehát ez nem egy kifejezetten kispesti alkotók kiállítása, és tulajdonképpen a kiállítás az nem is kispesti témát dolgoz föl, de mégis kialakult egy olyan csoport, művészek, művészetet pártoló kispestiek, akik szeretik azt, hogy összejönnek, és komoly dolgokat hallanak, mert ha valaki végighallotta a mai ismertetőt, ami a kiállítás megnyitójában volt, rengeteg új információt hallott, tehát hogy sok mindent lehet tanulni, még azoknak is, akik szakmabeliek. A kiállításon az alkotások mellett megtekinthető a Kró András rendezésében készült dokumentumfilm. A Plusz egy dimenzió, Tamkós Irató Károly és a Dimenzionizmus című alkotás végigkíséri a látogatókat a költőíró életének főbb állomásain, ezzel is elősegítve a kiállítás céljait.
Talán minden kiállításban a kiállítás látogató szerintem az a jó, hogyha magára ismer, hogyha úgy sikerül eltölteni egy kis időt a művek társaságában, hogy egy kicsit elgondolkozik. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon gyors az a világ, amiben mi élünk a 21. században, és valamilyen módon az én véleményem az, hogy ezek a kiállítóterek, mint ahol éppen most is állunk, egy olyan menedéket nyújthatnak ebben a rohanó időben, ahol időnk van egy kicsit megállni, megpihenni, és átgondolni azt, hogy tulajdonképpen mi az a szép, mert talán fontos, hogy megőrizzük ezt a fogalmat, ezt az eszményt magunkban. A kiállítóterem vasárnap és hétfőn zárva tart, ezen kívül minden nap látogatható a kiállítás egészen február 25-éig. Indul a farsangi szezon. Farsangi estet rendezett a kispesti horvát nemzetiségi önkormányzat a Kálmó művelődési házban. A bálon a megnyitót követően jelmezversenyt rendeztek, volt tombola, utána pedig a Prekovács zenekaré és a táncé volt a főszerep. A farsang a vízkereszttől, azaz január 6-ától húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazó szerdáig, a nagybőjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. Gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, a bolondozás, a párkeresés és az udvarlás időszaka. Minden évben az elsők között rendezi meg farsangi bálját a kispesti horvát nemzetiségi önkormányzat. Mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy mi ebből indítjuk meg a farsangi szezont, mert mivel tudjuk jól, hogy az inkább február végé időszak, de mi szeretjük budapesti szinten mi megindítani ezt. Mint minden évben a 19. kerületben a Kispesten indul a horvátságnak az első farsangja. És ezzel igazából a hagyományt szeretnénk bemutatni, hogy mi hogyan ünnepeljük a farsangot, tánc, zene és különböző jelmezversennyel egybekötve. A 22 éve van itt nemzetiségek, és mi első között voltunk a nemzetiségek között, vagyis hát mi benne voltunk a nyitókerekasztalba, úgyhogy hát azóta van, és egyre népszerűbb. Én azt gondolom, hogy budapesti szinten a legnépszerűbb Kispesten található farsangi bál. A farsanghoz fűződő szokások számos nép rítusainak emlékét őrzik. Ahány nemzet, annyiféle szokás képzelhető el, de a magyar szokásoktól nem sok mindenben különbözik a horvát farsangi bál. Igazából nincsen eltérés, mivel hogy ugyanúgy katolikus vallás, mint a magyar vallás, és ennek köszönhetően ugyanazok a hagyományok vannak, csak specifikusan úgy mondván, hogy horvát népviseleti ruhában és népszokásoknak megfelelő táncokkal történik úgy mondván a megemlékezése. Maga a szláv családnak egységesen, így a déli családoknak egy egységes különböző tamburicától kezdve a különböző hangszereken át megvannak a jellegzetességei, ugyanúgy, mint akár a magyar népnek is megvan ez a jellegzetessége, de például a tamburica az ilyen. A farsang időszaka gazdag a néphagyományokban. Világszerte így a magyar nyelvterületen is a farsang adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felöltésére és az ezekben való mókázásra. A tél végén maskarákkal kívánták kiűzni a hideget, hogy helyet adjon a tavaszi napsütésnek. Innen is eredeztethető a jelmezbe bújás szokása. A horvát farsangi bálon sincs ez másként, és ezen az eseményen jutalmazták is a beöltözőket, sőt, idén már elvárás is volt náluk, hogy mindenki legyen valamilyen maskara. Igen, van jutalom. Ez pedig nagyon érdekes, mert most már az idei év az a szigorú év nálunk, mert hogy mindenkinek kötelezően szüksége van az, hogy valami jelmez, vagy akár csak egy arcmaszk legyen rajta. Ez ha ezzel nem jelenik meg, akkor van egy belépőjegy ára. Azt a belépőjegyet meg föl fogjuk majd ajánlani vagy egy szervezet részére, vagy a horvát iskola részére, ez még testületi döntés születik erről. Három nyertes van, mint ahogy a dobogókon is, és ez pedig a Kispesti Polgármesteri Hivatal által adott ajándékkal próbáljuk úgymondván díjazni az első három helyzetet, és hogyha vannak gyerekek, akkor a gyerekek is kapnak ugyanúgy ajándékot. A mai este úgy gondoltam, hogy a bohóc leszek. És miért? Hát mert vidámságról szól a farsang, és elég könnyű volt ebbe beöltözni így.
voltam, nagyon kellemes a Horvát Egyesületnek a Farsangi Bál, tavaly is megtiszteltek meghívóval, a tavaly vakszerencse voltam. És ha jövőre is sikerül itt lennem, akkor meg kitaláltam, hogy jövőre is milyen kosztümöm lesz. Idén Gésának öltöztem. Mi minden évben részt szoktunk venni ezen a rendezvényen. Tavaly Bohócnak öltöztünk édesanyámmal, előtte való évben pedig Madame Pompadour voltam, illetve ő volt a tulipános fanfan, úgyhogy mindig próbálunk valami viccesebbet kitalálni. Egész este a Prekovács zenekar volt a felelős a hangulatért. A tököli csapat helyi muzsikusokból áll, a hagyományos horvát bunyevác dallamokat játsszák magas színvonalon. Céljuk, hogy igényes zenével, kulturális értékekkel tegyék felejthetetlenné azokat az eseményeket, amelyeken fellépnek. A zenekar 15 éve alakult, folyamatosan átalakulóban volt az utóbbi időben, a zenészeknek a gyermekei is itt játszanak, autentikus horvát zenét játszunk, 20 éve alakult egy horvát, budapesti horvát hagyományőrző egyesület, azoknak vagyunk még a kísérő zenekara, természetesen külön is játszunk, az összes budapesti önkormány, kisebbségi önkormányzattól szoktunk meghívást kapni a farsangi időszakban, táncházakra, ezeket mind nagyon szívesen vállaljuk, nagyon jó kapcsolatot ápolok velük. A horvát népzenét játszunk, nagyon jó a kapcsolatunk az anyaországgal, többször járunk ki évente hozzájuk, onnan hozunk hangzóanyagot, illetve a település, ahol lakunk, Tököl, ez egy Rácz község, és a régi hagyományokat szeretnénk ápolni, a régi öregeknek a zenéjét visszük tovább. Mindig megkérdezik tőlem, hogy van-e erre fogadó közönség a horvát zenére, a balkán zenére, a délszláv zenére, délszláv, most inkább egybefogalmaztam, mindig volt, és akik itt vannak, azok azért jöttek el, mert szeretik ezt a zenét, szeretik ezt a hangulatot, szeretik a vacsorára hozott készítményeket, úgyhogy nagyon remélem, hogy jól fogják magukat érezni, mi mindent megteszünk ezért. Erre lehet néptáncot táncolni, ezt is nagyon szeretjük, ugye minden évben készülnek egy kis vacsorával, illetve megvendégelik az itt jelenlévő embereket. Nagyon jó hangulatban szokott elni, úgyhogy mi azért szoktunk minden évben eljönni. Csevap csicsa elmarad, helyette pieskavica lesz és fasírt, kaszinótojás. A kaszinótojás az így mondhatnám ilyen nemzeti jelöl, de mindenhol. És hát lesz fánk, ami a farsanghoz vonatkozik, borok lesznek, amint nem horvát borok lejjen pillanatban, de vannak ilyenek is, horvát borok is szoktak lenni. Mi az est legjobb része? A tombola, illetve amikor kihirdetik, hogy ki nyerte ugye a jelmezversenyt. Kell tudni az első helyezetről, hogy szerintem két nőért ennyit életemben nem vártam, de megérte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy tapsot érdemelnek a Gopás Rajnék tanulás. Mit jelent számodra a farsang? Vidámságot. A tél végét, ahogy ugye elmondták a megnyitóban, és főleg sok örömöt. Sajnos ebben a világban ugye az embereknek szüksége van arra, hogy minél többet nevessenek, minél többször jól érezzék magukat. Ugye így tudunk találkozni olyanokkal, akikkel egyébként nem szoktunk sűrűn, de ilyen alkalmakkor ugye mindig azért elbeszélgetünk egymással egy pár szót. Mivel ahogy ez főleg a horvátságot helyezi hangsúlyba itt a kerületben, az kevesebben vagyunk, de nem csak a kerületből szoktak a horvátok eljönni, hanem a különböző kerületekből, és nem nyitottak vagyunk nem csak a horvátoknak, hanem 19. kerületi lakosoknak is, hogy részt vegyenek és élvezzék a farsangi bálunkat. Meg kell tanulnunk egyébként nekünk magyaroknak ünnepelni, bálozni, mert néha úgy érzem, hogy nem kellően tudjuk a lelkünket boldoggá tenni. Nagyon sok
nemzettől vehetünk példát, így például a horvátoktól is, akik akkor is tudnak mulatni, ünnepelni, hogyha tele vannak fájdalommal, mert valahogy az élet a túlélésbe hozzátartozik az, hogy élvezzük az életet, akkor is, ha vannak gondjaink. Én nagyon szeretem, nagyon tetszik, nagyon kedves emberek, és öröm ide jönni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghívót kaptam tavaly is, az idén is. Tényleg egy nagyon kedves, aranyos emberek közt nagyon jól érzi az ember magát. A kispesti horvát nemzetiségi önkormányzat természetesen jövőre is sok szeretettel várja majd a mulatozni vágyókat hagyományos farsangi báján. Műsorunk végén néhány kerületi programot szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Harmadik alkalommal tartanak üzleti találkozót és jótékonysági bált a Kálmó Művelődési Házban február 17-én és 18-án az önkormányzattal és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve. Az idei bálon először lesz művészeti árverés is. A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület tagjainak felajánlásával 20 alkotás kerül kalapács alá. Ugyanitt február 12-én vasárnap délelőtt 10 órától tavaszi egészségmegőrző napot rendeznek. Az érdeklődők különböző szűrővizsgálatokon, előadásokon vehetnek részt, egészséges ételeket kóstolhatnak meg. Ezen kívül többek között reiki, családállítás, különböző masszások és tornák várják az ide látogatókat. Ugyanitt ismeretterjesztő előadássorozatot indítanak időseknek. A február 15-én 15 órától kezdődő első előadás témája az időskorúak egészséges táplálkozása, egészséges életmódja lesz. A kispesti Üllői úti könyvtárban Berzsenyi Emese vallástörténész tart előadást Férfi szerelem az ókori Görögországban címmel február 16-án csütörtökön 18 órától. Az előadásban a vallástörténész szeretne kortörténeti képet adni az akkori emberek életéről és szexuális szokásairól, ennek társadalmi és családtörténeti hátteréről. A rendezvény ingyenes. Ugyanígy tartanak február 15-én szerdán 17 órától kerekítő mondókás móka foglalkozást a legkisebbeknek. A könyvtár ingyenes gyerekprogramján höcögés, kacagás, éneklés, népi mondókák és ölbeli játékok várják a gyerekeket és szüleiket. A játékos foglalkozást Farkas Katalin óvodapedagógus vezeti. Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, hívjanak minket vagy írjanak. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!